sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem négyen vésten a padba, hát nem szerethetsz más. Róbert voltam, te rúgi szár. A sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem négyen vésten a padba, hát nem szerethetsz más. Itt aludtunk,
fejünkön vérdíj, sírhelyünkkel kell, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, csapám így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imád, s így éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdíj, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangőrben kell, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzád, szaporázd a lépeit. A puskám, fogd, aztán menj imád. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így ér véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Király. Király. 16, több valamint 3 samidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz mányás király urunk, mennybe szállas érettel dapkes iránkozunk, igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, fű
füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olajtengerében, s eltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedőt isze játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há bizony a tablettás portól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány elkel. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Sziasztok srácok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Most nem fogok annyira kiabálni, mert Jana alszik. Úgyhogy kicsit közelebb húzom magam, és itt van velünk Frogpati, Laura, Noémi Eszeszó, Anna Balogh, Zoltán Hajdubátori, Vanda Pálszabó, Émi Hammer, Levi, Vica 33, Dani Gunzer, Bajtíz, Krisztián Sipos, akivel közben megbeszéltük, hogy igen, már átvette ugye az Epic a játékot, Gáspár István, Szakadjon beléd egy Marék Nápoly is megérkezett, illetve
Nézem, ZXFN is, Gacha Elis, lehet már mondtam, Zsolt is megjött, Pipacs Virág, de örülök, hogy téged is látlak, illetve Varnyú is kezdésre. Mindjárt látjátok a játékot, csak ugye ilyen utána szoktam beindítani, mert hogy általában valaki nincsen belépve akkor, amikor én elindítom, akkor nem jelzi ki, mióta átvette az Epic. Úgyhogy ja, úristen, már csak 3 hónap így van, és akkor 1 éves támogatom lesz-e. Varnyú, köszönöm szépen a 9 hónapot, szuper vagy Varnyú, nagyon szuper vagy, köszönöm szépen, meg hát az egyéb támogatásokat is, mert azért Varnyútól kaptunk már szép szupermatricát is, meg minden, nem felejt a Dave. Emi, téged is üdvözöllek, és jó fiókkal jöttél be, jár a GG. Tajam, az valami borzadály, de nem tudok mit kezdeni, ezt minden live-ba elmondom, alig várom, hogy menjek pénteken fodrászhoz. Tehát konkrétan felveszek egy sapkát, amíg kimegyünk, és úgy áll, mint aki itt belevert az áram. Ja, hogy telt a napotok, srácok? Mi templomba, hát imaházba voltunk, aztán utána ott volt egy ilyen gyülekezeti ebéd, azt ebédeltünk, és utána jöttünk haza. Oké, jó játékot közben, Nápoly. És hiányoztál a Dave, mostában nem értem rá nagyon. Noémi, ezt szóval én pedig emlékszek rá, hogy sokszor itt szoktál lenni. Tudom, hogy mostanában nem volt időd, azért szoktam észrevenni, hogy ki az, aki mondjuk kihagy heteket, meg minden. Visszanézhetőek a live-ok, a videók, tessék alá kommentelni, srácok, pörgessük be az algoritmust, akár ha egy régebbit feldob, nézzétek meg nyugodtan. Mint ahogy Krisz is írta, ha jól láttam, hogy visszanézett egy régebbi Fall Guys live-ot, és megjött a kedve, hogy játszon, én is örülök neki, meg hívásba is tud majd lenni, aki éppen játszik, és Krisznek még van tagsága ajándék, ha jól tudom. Így is köszönöm minden tagnak, aki itt van és tag, akár legyen az ajándékozott, akár fizetett tag, nagyon köszönöm, és készülnek az új emojik, aki tegnap nem volt, az nem látta, hogy van egy új emojink, méghozzá ez a kis szívecskézős kos. Afrodité83-at is üdvözlöm, szép délutánt kívánok mindenkinek, meglette a 6110, mennyit írtam ki? Valamit kiírtam, hogy mennyi legyen meg, na várjál, nem emlék, 6300, nem 100. Tudom, hogy kiírtam a napokba, de fingom nincs, őszinte leszek, mert mondtam, hogy elmondom live-on, miért ezt a számot írtam ki. Tehát, hogy meglette a 6311, mindjárt megnézem, ráfrissítek, elvileg 6310 volt kereken, mikor kezdtük, de ráfrissítünk. És akkor utána majd elmondom, hogy miért ezt mondtam. 6310-et mutat, tessék megnyomni a feliratkozást, hozzatok plusz egy embert. Srácok, itt vagyunk 20-an, ha mindenki hoz plusz egy feliratkozást, az plusz 20, akkor meg lehet akár a 30 is. Úgyhogy live végén elárulom, hogy hol tartunk. Live előtt még biztos, hogy 6310 volt, és azt mondom, hogy érjük el a live alatt a 6325-öt, mert a 25 amúgy a kedvenc számom, és Emi, köszönöm a 25 hónapot, a 25-ös a szerencse számom, ha lehet így mondani, úgyhogy új cél, már a 6025, a karakterem igyekeztem minél idiótában megcsinálni, bár ti még nem látjátok, pedig már kéne, kis pillanatot kérek tőletek, és nyilván azért is szeretném, hogy robotoljunk előre, mert hogyha elérjük ugye a 7000-et, ott 24 órás Fortnite lesz, hát biztos, hogy az agyam meg fog őrülni, de én nagyon várnám, és nem is nagyon láttam itthon olyat, aki 24 órán át játszott vele. Mindjárt lejjebb teszem, és ott lesz a fejem. Nagyon jó. Nagyon szupi. Na, elvileg van. Játék hang kéne, hogy legyen. És mindjárt kapcsolom a Discordot. Szia, Anna! Hogy telt a napotok? Aludtam, mivel megyek este dolgozni. Így kb. Bakker, nem bírom áthúzni az egeret ebből a játékból, hogy görgesek. Hajnalig ugye játszottam, igen, tényleg amúgy feltűnően mindenkinek kezd zöld lenni a neve. Én örülnék a legjobban egyszer egy olyan csetnek, amikor mindenki, de gyerekek így is ajándékozásra együtt 185-en vagyunk tagok, nagyon-nagyon hálásan köszönjük, és plusz 14 tagság, és akkor elérjük a 18. emojit, ha jól tudom. Igen, írjad, ma úgy lesz, hogy nincsen visszatérő, hanem mindenki egyszer jön csapatba, és addig tart a live, amíg lemegyünk. Na jó, hát nyilván azért minimális ideig, mert utána még van dolgom. Fogunk menni minden csapattal 4 kört, a szóló kör most nincs. Tehát fogunk menni meg a duó, tehát fogunk menni egy squadot, egy hexagont, meg egy krakent. Ez a mai terv. Jól telt a napom, aludtam meg ilyenek.
és akkor... És már most szeretném leszögezni nektek, srácok, ráfügtem a Foltira, király vagy, én is ilyen szeretem, hogy márciusban jön ki az új Battle Pass, az a legnagyobb támogatás, amit tudtok csinálni, srácok, hogy... hogyha Battle Pass előtt beírjátok a Support a Creator kódomat, Mongufta kötőjel Dave, és itt szeretném megköszönni a tegnapi Fortnite live-ba, igaz, hogy nem voltam mindig a helyzet magaslatán, de hároman is használtátok a Support a Creator kódom, ma jelezte nekem e-mailben, vagyis hát az oldalon, és nagyon szépen köszönöm, srácok, szuperek vagytok. Na, oké, ZXF-en írd be a nevet, hogy le tudjanak a modig húzni, és Pati mindjárt mondhatja ki az első három ember, és annyit kérek, hogy mindig csak az beszéljen hangba, aki éppen van. Szia, Pati! Halló, Pati! Halló! Na, akkor ki az első csapat? Szia, Tibor, Bera! Én a Full Dragon, meg a Bai. Jó, milyen az új egér? Azt te honnan tudod, Anna, hogy nekem új egerem van már? Nem tettem még ki szerintem se. Kitettem sztoriba? Nem tettem. Honnan tudod? Már amúgy van. Gyanús. Tegnap vettem este. Mondjuk hát nyilván tudom, hogy honnan tudod, mert volt két ember, aki tudta. Mondtad a Mario Kartos live-ba, hogy veszel, de hát nem mondtam, hogy egyből, azt mondtam, hogy lesz jövő héten, de tényleg már új egér van. Hát de nem fog szerintem látszódni, vagy nem tudom. Egy kis pillanat. De, látszódik. Ez ilyen kis egyszerűbb Logitech egér. De nagyon-nagyon kényelmes, jól működik a görgő, és két év garancia van rá. És ezzel együtt kijelenthetem, hogy Dave Gamer felszerelését John támogatta. Az egeret ugyanis felesbe vettük, mert meg akarta nekem venni ajándékba, most így mutatom, hogy látszódjon addig a fénylés, vagy, vagy hogy világít, de mivel ugye tőle kaptam a fülest, a kontrollert, így mondtam neki, hogy hát inkább ne egészbe, és akkor mondta, hogy mennyim van, írtam egy összeget, annyi akartam egeret venni egyébként, és beleszállt, úgyhogy felesbe vettük az egeret, innen is köszönet neki. Na, most már tényleg majd csak a gamer széket kell így lecserélnem nyára konkrétan, mert azért vagyok összemenve. Várjál, megint lejjebb van. Nézd oda, egyből magasabb vagyok. Állandóan lecsúszik, tehát hogy igen, ezt kell majd kicseréljen. Na! Tehát támogatni amúgy, ha már szóba jött, egyrészt így is tudtok nyilván, hogy közösen összedobunk dolgokat, de ezt nem szeretem reklámozni, és egyébként ez tényleg olyan, hogy aki annyira akar támogatni, azt én nagyon-nagyon szépen köszönöm. De alapvetően Superchat, Supermatica tagság. Hát Steamen belül is tudtok ajándékozni játékot, ha úgy van, azt végigjátszom, ha tetszik, de azért előtte kérdezzetek rá, meg van a PayPal. Na ennyi, de nem akarom most reklámozni, nagyon. Na, csak hogy tudjátok. Napot Dave, szia Imre! Pont live előtt akartam én is élőt indítani, sajnálom, hozzám nehéz alkalmazkodni, bár jövő héten azért jó még akkor tagnak lenni, akár, hogy aki látja, hogy mi a live menetrend, látod melyik nap nincsen live-om, és ahol videó van, ott úgyis premiér tartok, és akkor simán tarts egyet. Na, mondom, hogy John beszélgél gamers, egész gamers setupodat. Onnan jött az ötlet, Anna, hogy ebben még belementünk, hogy viccelődtünk ezzel, és akkor mondta, hogy hát akkor már egérre, hát akkor legyen. De azért mondom, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, és tényleg nagyon elősegíti a dolgokat, hogy így tudok rátok költeni, úgymond például Fortnite-ba meg hasonlók. Gamerszék kicsivé akar csinálni, le akar kicsinyíteni, nagy a egóm, azt mondja, menjél össze, Dave. És ha veszel egy új széket, mennyiért ad mostanit, figyelj, nem tudom. Tényleg amúgy ezzel valamit majd kezdeni kell, mert nem fér el plusz egy ekkora szék itt. Tehát hogy ez jós a felvetés. Egybeöltöztetek. Tehát azt kezdtem mondani a live-el, hogy idióta karaktert addig nyomogattam a random R betűt, míg ezt adta ki, és szerintem eléggé bugyután nézek ki a mai live-hoz, úgyhogy tök jó. Sok sikert kívánok mindenkinek. Sorsolt ki a gamer székem? Hát csak úgy, hogy eljön értem, a szállítás drága lenne. Tehát eljönnek kocsival. Amúgy mondjuk még használtan is nagy érték, mert azt hiszem újonnan volt 45 vagy 50 ezer. Nem tudom, mert azt hiszem Janától kaptam. Talán karácsonyra, szülinapra, tavaly előtt. Már van majd két éves a szék, mert emlékszek, hogy akkor lett meg az első Winem Fall Guysban, amikor meglett a szék, és mondtátok is, hogy varázsszék.
mert hogy az első live-om az Fall Guys volt ebbe a székbe, szerintem az már tavaly előtt volt, és meg is lett az első koronás minem. Ne jövök érte kocsival. Hát figyelj, eladni nem tudom, vagy nem, nagyon minimálisan, vagy licitelhettek rá. Az is egy opció. És akkor ami licit bejön, abból veszek egy újat. Végül is most a Hajnóci Somának van amúgy egy ilyen cucca, hogy eladott, vett egy tárgyat, eladta, úgyhogy lehet rá licitelni, és mindig növeli, és a végén majd szegény gyerekeknek fog segíteni, illetve még nem is tudom mi az alap indulás, hogy házat vesz belőle valakinek a végén, valami ilyesmi, de hogy nála úgy van, hogy minden feliratkozó után egy forintot félretesz egy alapítványnak, ez tök jó dolog. Nagyobb videósoknál látok ilyeneket. Ha majd nagyobb leszek, én is szeretnék hasonló dolgokat. Egyből 69 forint. Adok érte egy fasírt így is szendót. Hát a szendó végül is az már 300 forint, az már nem olyan rossz. Live után mit fogsz csinálni, ha szabad kérdezni? Hát live után tervezünk felvenni 2-3 videót, ami lesz a jövő héten, illetve meg kell vágnom is 2 felvett videót már, és terve van, hogy kirakjuk a puzzle-t, amit kapott Jana tőlem. Azt nem tudom, hogy Valentin napra vagy szüli napra kapta, mindegy, de azt befejezni, mert félig raktuk eddig össze, és közben megnézni a Harry Potter 3-at, meg vacsorázni, így ez a terv. 2 kiló kenyér, az már eléggé luxus. Ki márciusban legtöbb tagságot ajándékozza, márciusban? De akkor már áprilisban a szülinapomnál nem. De először legyen új szék, addig ez nem eladó. De amúgy az se egy rossz. De hát akkor John vinni a statisztikák alapján, vagy még a BA-ék is esélyesek rá. Akkor lesz mit vágni. Hát lesz, de ez a terv, hogy legyen meg minél több, mert ugye jövő héttől változik Janának a munkabeosztása, mert átkerül másik helyre, és szeretnék vele is több időt együtt tölteni, és akkor úgy próbáljuk a live-okat összehozni, hogy legyenek felvett videók, meg azért mondtam, hogy több videót szeretnék. Ötletem az rengeteg van, minden, tehát mit tartok, mi van a táskámban videótól kezdve, hűtőtúr, ami nem gamer tartalom például, beszélgessünk XY témáról, én videóba, ti kommenteltek rá, tehát annyi ötletem van és fel van írva, csak lusta vagyok felvenni. Én pont tegnap néztem este a tévében a Harry Potter 4. részét, mi még csak a másodikat fejeztük be tegnap. Hány kört fogtok menni egy csapattal? 3 módba egyet, tehát 3 kör elvileg, és akkor utána csapatcsere. Szia, Emi! Megyek, majd jövök, rendben, hát akkor ne legyél lusta. Tudom, de annyira nehéz, Anna, mert annyi dolog van az ember életében, ami mindig fontosabb, és ja, hamarabb benne. Nem figyeltem, hova mentek meg. Kell nekem csatát olvasni? Nem, vagy gyors halál lesz. Valaki érjen be, és továbbítunk. Hűtőtúr, mi van a hűtőben, kevés tej. Hát amúgy egy doboz van benne, mondjuk az már csak félig van szerintem. De igen, kevés tej. Igen, az első mai donét az jöhet tejre, srácok. Ha valaki úgy érzi, érez késztetést rá, támogasson. Brawl Stars videóban fordított irányítással kell játszanod, ezt hogy érted? Ezt fejtsd ki akár a videó alá, hogy el tudjam olvasni. Olvasni, bocsánat. Na most melyik a jó? Káosz van. Tényleg tegnap beléptél? Live is volt Imre. Brawl Stars live volt, fel van töltve, ugye le kellett vágnom az elején a szarakodást, és újra töltötte. Azért is mondtam, hogy ha annyit megtesztek, srácok, hogy a tegnapi videót megnyitjátok, belehallgattok, nyomtok rá egy lájkot, kommenteltek alá, azt megköszönöm, mert volt rajta 200 valamennyi nézettség, kivágtam a hibás részt, ugye amíg beálligattuk a játékot, és konkrétan lenullázta a nézettséget és a lájkokat. Köszönjük YouTube. Ja, azóta voltam szerintem. Voltam. Meg ma is voltam fent. Hát ez, valaki érjen be a csapatból, látom már egy valaki beért, hajrá, így is bejuthatunk, sőt, ketten értetek be. Én meg nem tudom melyik a jó, de próbálkozok. Zoltán Hajdú Bátori beért. Aki beért, az írja be nyugodtan ki a másik. Pati, te vagy a baj? Na várja, induljunk ki innen. Igen. És ezt nem látom át. Hát mondom, föntről megnézem, de... Tehát innen kiindul, az semmi. Nem, ezt nem értem annyira, ezt a részét.
Hát akkor random. Nem jó. Így is benn leszünk. Nem baj, tovább jutottunk. Mert a GG bajnak és Full Dragonnak. Ez most nekik köszönhető. Sajnálom, Pati. Brawlstars-ban meg kell cserélni az irányítást, lövés gombot úgy kell játszani, de hogy tudom megcserélni a programon belül? Ezt leírod nekem majd privátan az EXF-en. És akik most jöttek, milyen napotok volt, ti mit csináltatok ma? Mondd, ki volt? Én érődöm. Te vagy, Pati? Nem. Jó, már beteg hangod nem hasonlít az eredetire, azért kérdezek vissza. Ja, tényleg? Tényleg. Ó, oh, pingvin fogós pálya, ez derék volt. Takarította ilyen tavaszi nagy takarítás, vagy csak szimpla? Tényleg lassan jön a tavaszi nagy takarítás. Akartok takarítós vlog videót? Jön, biztos akarnak. Persze. Én és a takarítás. Mondjuk ez adná egy feelinget. De akkor úgy, hogy ő ne tudjon róla, most úgy is alszik, nem hallja. És akkor arra jön haza, hogy nincsen lakás, mert mindent kidobnak. Az ajtót is. Pingvin van. Hol a pingvin? Ja, a kékeknél. Hallod, egy pingvin nem látok. Pedig nagyon le vagyunk maradva a sárga. Ott hát van. Csak egy pingvin van. De miért? Nem, kettő. Egyet vittek balra, egy meg jobbra. Fogjam már meg. Megvan. Nálam van. Volt. Ad ide. Szegény pingvin. Hát itt kiestünk szerintem, srácok. Ott van. Nem, nálad, ad, tedd le. Ott van. De nem fogja meg. Ha nem hiszem el. Nagyon laggolok. Hát pedig én egyáltalán nem akkor netetekkel lesz valami. Ott a két pingvin egymás mellett kb. Hát ezt buktuk, itt estünk ki, úgyhogy nyugodtan olvashatunk szerintem csetet. Nem, megfogtam? Hát két másodpercig. Plusz két pontot hoztam. Annyin fog múlni nyilván. Főzős videót is megnéznék, amikor főzöl valamit Janának meglepiből. Az sem, popcorn leves, fúj, az undorító volt, ne is mondd. Tényleg csináltam. Ja. Fönn van a csatornán. Popcorn leves. Újra kell csinálni a popcorn leves. Nem, normális kaját is majd. De az fenn van. Az ételőre át a hozni. Fúj, addigra megrohad, amíg az úton elviszük. Hát ez rig. Jó, az úgy. Eléggé lemaradtak a sárgák, nem baj, jön a másik mód. Gumicukorleves, hát az se leg... Amúgy tegnap ettünk gumicukrot. Tudom, ilyet ritkán hallatok tőlem, de ettünk. Izét vettünk én ezt a, nagyon szeretem, ez ilyen német egér, Müllerbe volt. És így gondolkoztam, német egér. Tehát, hogy német gumicukor, ilyen színes farka van, és különböző ízű, a ilyen ányis ízesítéssel van kb. A gumicukor része az egérnek, és írtó finom, és mindegyik, van négy különböző ízű. Meg ilyen savanyú gumicukrot, már azt is nagyon szeretjük. Egyet én választottam, egyet meg Jana. Mondtam, hogy tegnap ilyen szar nap volt, és akkor kicsit feldobtuk magunkat a gumicukorra, igen. Meg pizzával, igen. Csokisleves. Na, gumicukorleves ennék. Hát ha belegondolsz, Zsolt, ez olyan, mintha megolvasztanád a gumicukrot és meginnád, de hogy nem hangzik jól. Meg lehet amúgy a 6311 Mongufta közösségi posztban láttam a célt. Most lett meg, igen, mert live előtt még 10 volt, most már azóta megvan a 11. Azért mondtam, hogyha mindenki hoz egy plusz embert, vagy van plusz fiókja, iratkozzatok fel, most a live végére a cél, hogy meg lesz-e a 6325, mert a 25 a kedvenc számom, és utána már 400 a cél, hogy haladjunk a 7000 felé. Húzzatok ki, nem megy a neten, mobilneten vagyok, szóval húzzatok ki. Ó, ne Anna, jó rendben, majd talán jó lesz legközelebb.
és köszönöm szépen, akik feliratkoztak. Még a Hogwarts Legacy is hozott bőven, mert ugye mondtam a kis videómban a magyarításnál, hogy támogasson egy feliratkozással, és azért ebben a hónapban több mint 110 feliratkozóval haladtunk előre, úgyhogy megyünk oda a 7000 felé, hála az égnek. Haverom feliratkozott, mert szóltam neki. Az a legjobb, hogyha haverotoknak szóltok, meg barátotoknak, mert akkor még lehet, hogy lesz kedve mást is játszani. Akár. Lehetne egy mongúftás quiz live-ot csinálni, kérdések lehetnének csatornával kapcsolatban. Az úgy lenne jó, hogy akkor ti is küldhettek kérdéseket, de úgy kéne, hogy én is tudjam rá a választ, de ez nem rossz. Meg tudod, még gondolkoztam, Krisz, ha már itt szóba hoztad, hogy lenne kedvetek egy olyat megnézni, hogy legyen ön is milliómosozunk Janával valahogy megoldani, és hogy lebuktatok, hogy milyen okos, én meg milyen hülye vagyok. Tehát, hogy önmagában az is egy szórakoztató dolog lehet, tehát, hogy múltkor mondta, hogy bent játszottak a kollégáival, legyen ön is milliómos, és mondtam, hogy a fele kérdésre fingom nem lenne a válaszra, tehát, hogy végül is az is egy szórakoztató dolog lehet. Mostanában sok mindenen így reagattunk mindent, tehát hogy azért mondom, hogy sok mindenre nyitott vagyok a csatornával, sőt azt is leszpoilerezem, hogyha esetleg az valakit motivál és elérjük a 7000-et, akkor nem csak 24 órás Fortnite, hanem akkor lehet, hogy kis Minecraft is befigyelne a csatornára motiválóként. Igen, nem tudok Minecraftozni, de azt engedd el. Az a baj, hogy a honfoglalót ugye felújították és szar lett, de a régit szerettük. Néztem tegnap tőletek, de jó. Én örülök, ha visszanéztek régebbi én is szoktam nosztalgiázni, van, hogy bead egy tök régi videót, random fődob, azt belenézek, hogy de gyökér voltam, de a tartalom jó volt. De mit tudnám még hozzárakni, ha mondjuk sütit csinálsz, azt meg el tudnám képzelni, piskóta alap közepére, citromos túrótölteléket tetejére olvasztott gumicukor. Ja, mármint, hogy a gumicukor levesben mit tudnék tenni? Hát... ez az, amit nem, meg az a baj, hogy az így meg tönkre menne, tehát eladóan induljunk ki abba, hogyha cukrot akarsz csinálni, hogy melegíteni, ilyen karamella állag összejöhet, vagy égetett cukorszerű, de az nem leves. Tehát, hogy nem is lehetne szerintem gumicukorból kivitelezni a leves lehetőre. Régi honfoglaló, akármi másik játék. Amúgy, ha majd meg lesz a 10000 feliratkozó, csak egy öl, mármint ő. Hát én örülnék a legjobban, ha elérnénk, az az egyik nagy cél, utána meg nyilván a 100, de hát ezek álomcélok. Először maradjunk olyan, hogy legyen meg a 7000. Tudom, már gépen nem is lehet honfoglalót, hát nagyon szomorú, pedig az tényleg jó game volt. Visszahozhatnák. Akkor lenne belőle live is. Azt is hogy éltük már. Itt együtt vagyunk, mielőtt bárki ki akarná ejteni engem, csak mondom a csapatnak, köszönöm. Szerintem nem. Én úgy tudom, hogy te. Vagy nem. Ez nem szóló nem. Lenne? Igen. ...48 órás live munkahelyem mellett kivitelezhetetlen, azért nem is mondanám. De mondjuk, ha sikerülne egyszer az, hogy tényleg a YouTube-ból megélni, ahhoz már kell a 10000 fölötti feliratkozó szám, meg aktív bázis, akkor azt mondom, hogy nem lenne kizárt. De ameddig dolgoznom kell, úgymond mellette más és az több időmet elveszi, addig esélytelen az ilyen 48 óra. 24 óra is tök nagy szót tudom csinálni. Ja, ez szóló, jó tudni, én meg direkt nem akartam senkit kiejteni. De ügyesek vagytok, láttam, hogy tovább jutottatok. De most a vége az nagyon szar lesz. Szar lesz a vége? Igen, mert most ez a forgós lesz előleg. Ja, és most az a baj, hogy most veletek vagyok fináléba. Aha, ú, ezt nem szeretem. Igen, itt kiesek. De azért hajrá, hajrá. Igen, én még ezen feliratkozós 24 órás live-ot is néztem tegnap. Wow, akkor tényleg nagyon dobálja. Viszont mondom, hogy én is ezt mondtam, Émi, hogy nem tudtam, hogy egy, bocsánat, hogy valamelyik fiú nézőn beszél, vagy a Pati. Ő is azt mondta, hogy nem lehet felismerni a hangot. Hát beteg szegény, azért szívecskét küldünk a Patinak. Azt mondja, jó, beteg vagyok, jó. Szegény. Minőségi hangon. Igen. Hát figyelj, úgyse voltál még fiatal kisfiú hangú. Ezt is megérted. Hát ezt figyelj, nem félsz, Baxi. Na, sok sikert minden mongustának, aki itt van a fináléban. Új.
Ja, ezért David mindig kérdezi, hogy melyik oldalra kell menni. Hát, de tényleg ezt szoktam. Majd a béna vagyok. És itt a végem. Előbb azt hittem, hogy első vagy emi hangja lenne, Pati. Én még Yu-Gi-Oh! Kalendárium nyitós videót is néztem. Na, legközelebb, hogyha régi videókat néztek, dobjatok már egy kommentet, hogy lássam, milyen régit néztetek. Csak annyit, hogy most nézem, vagy valami, vagy az, hogy 2023, hogy lássam. Mert érdekel, kinek mit dobál fel. Nekem is volt, hogy nem is tudom, melyik Yugi-s nyitást dobta fel, a lovagos nyitást, a kalendáriumot nem arról láttam. Azért mondom, ez nem az én világom, de megvárjuk, most már kinyer. De azért mehet, hogy Rip GG, mert ügyes volt maga a csapat, ő úgy összegezve. Jaj, éneklő sem ótos. X-Factor. Gyönyörű volt. Hugatott egyet. Fonyított. Hát nem mondhatni, hogy sok XP-t kaptunk. Nem. És akkor jön a Led Kraken. Ez már csapatos? Igen, nem. Nem. Mindegy, minden csapattal lett squadot, egy Hexaton, meg egy Krakent játszunk. Jaj, mehetünk. Amúgy meg lejátszási listákat néztem. Igen, lejátszási listákat igyekeztem frissíteni még évelején. De néha nem mindig adja hozzá, hiába rakom bele ezt is pölöl, van, hogy két nap mire hozzáadja. Bajtisz, kérlek, Rediz. Jó is az. Ki a következő csapat? Most már bemondhatod, hogy készüljenek, mert ezután új csapat. A Karát, a Krisz, meg az Emi. Jó, Karát, Krisz és Emi, készüljetek. Egy-két osztálytársammal azzal szoktam viccelődni, mikor úgy elkezdenek énekelni, hogy mehetnének az X-Faktorba. Ennyi. Jaj, csúszós pálya. Azt hittem egyből csak a Kraken lesz. Hát ez is a... hát nem. Ja, csak ez is ehhez új... kapcsolódó pályák. Igen, az új pályák. De most kaptam meg a live kezdést. Hány perce meg? Ez egy jó... Cirka 43 perce. Gratulálunk, YouTube. Időbe küldte. Tényleg öregedett Pati hangja vagy 4 évvel. Na, Pati, visszahallgatod, ilyen leszel 4 év múlva. Aha, de jó nekem. Csak reméljük, nem fogsz köhögni. Hát, igen. Ja, akkor ebben még holnap nem lesz iskola. Orvosnál. Még egy hét pihimi. Hát, valószínű. Szóval, hogy voltam orvosnál ma. Igen. Ugye... Nálatok rendel az orvos hétvégén, már bocsánat. Vasárnap. De jó nektek. Nálunk hétköznap van csak. Hogy a... Ennél az orvosnál még nem voltam sose. Uh-huh. És nem tudtam egyszerűen, hogy mi lesz. És akkor ugye a csávó olyan jó arc volt, hogy konkrétan nem bírtam visszafogni a röhögésemet. De jó. Az a jó, amúgy, hogyha jó fej az orvos. Nálunk is fiatalos, ilyen 30 év körüli orvos van, és tök jó fej. Igen. Ben vagyok? Én is. Ja, és küldjünk még egy GG-t, elfelejtettem valamit mondani ma. Ez a GG arra szól, hogy Zsolt kivitte 100%-ra minden összegyűjthető cuccal a Harry Potter Hogwarts Legacy-t. Minden 100%-ra 0,08% emberek közé tartozik, aki mindent összegyűjtött és mindent megcsinált. Már csak az a kérdésem, minden fajból sikerült-e nőstény és hím shiny-t találni, mert az lehet nem achievement, de dév achievementje, innentől ez feladat?
Ajrá! Nagyon durva, úgyhogy azért mondom, ezt muszáj megemlíteni, nekem átküldte a priváton, meg betette a Hogwarts-os csoportba is, mármint a nekünk a Discordra. Zsolt, megértenem aludni? Hát igen, azért éjszakák vannak ebben, kemény éjszakák egy-egy lap megkeresésére például. Oh, nézd oda, Pati, milyen férfias böfögésed lett, elnézést. Mondtok én, még böfögése is öreged. Szegény, nem mondok ilyet, mert megfullad a köhögést. Több hova kell menni. Na, melyik a jó? Sokan merre kell menni. Azt mondja Zsolt, hogy igen, megérte. De itt most melyik a jó? Oda mentek ketten is. Visszaestetek? Akkor nem az volt a jó. Hát én követtem a mongúftákat, de akkor hiába. Igen. Neked szerintem itt elvesztettem. Az alapján ez lenne jó, de mégse. Jó, hát én kiestem. Nem tudom ezt a pályát. Egy hely van. Ne, elestem. Ne, másik ember is elesett. Na, onnan ez kijön. De nem ez a jó, nem értem. Háromszor estem vissza már ugyanoda. Most tippelek. Ez az, beértem. Szép. Én már csak nézem. Ezért ment három helyre. Még azt nem csináltam meg, megígértem, hogy ha odaadom az akkom ismerősöm, nekijátszhasson vele, majd ha visszakapom, akkor neki megyek annak is. Mármint a többi háznak legyen, nem értettem. Mindenki kiesik, akkor jön az új csapat. Így van. Pontosan a második csapat, akiket mondott Pati. De es, kérlek, írd be a második csapatot, ez a biztos. Server Kraken RTKK4, üdvözletem, com, hi, welcome on my channel. But no spam, please. How are you? Mert amúgy volt már másik live-ba, tehát igen, sok külföldi nézőm van, ez meglepett. Tehát, hogy láttam a különböző live-okban, hogy a Brawl Stars meg a Fortnite hozott új izéket, de hogy nem értem, hogy mit spamel a kedves kollega. Tehát igen, valóban most több országból vannak nézői. Valaki fordítsa le. Értem, hogy a Server Kraken magyarázod, de hogy miért, csak hogy ne spameljünk. Neki egy ideiglenes pihenje. De fel kéne mennem, de... Igen, nekem is ez a tippem, de nem írunk ilyeneket. De amúgy sem bírtuk kiolvasni. Tehát Zsolt írod, amit mondtál, Shiny gyűjtögetés, aki annak állsz majd neki, amikor úgy lesz. Jó, jó, jó. Amúgy azt hallottam, hogy ugye mindegyik háznál van plusz feladat. De... A hollóhát mindegyiknél, és hogy a Gryffindor-es, aki a leghosszabb időbe. Karát, Chris és Emi, ha jól emlékszem, rendben. Oké, már ezt tovább meghaltam. Oké, Chris, köszönöm. És így is kapunk rivarcot, igen. Na, meg vagyunk. Nagyon. És meg komolyan vissza fogom hallgatni a hangomat. Oké. Amikor ezt írja, hogy elbetű, ezt hogy equipel, mert nem akarja. Mindegy. Equipeljük a gyönyörűséget. Oké, szia, baj, köszi a meccseket. Addig lépjetek ki, és akkor jön a következő csapat. Mindjárt behívom. Egy random számot kérek 1-től 10-ig. Aki a leggyorsabb lesz. Így van, Krisz, aki van, úgy ez jöhet. 7 Krisztu döntött most elsőnek. Jöhetsz hangba, persze, aki tag.
hetes lett most, akkor a random az 1. Nézzük meg, mik lettek volna. Gyönyörű. 2. Jaj. 3. Egyre szebbek. 4. Ez ez nem, úgy nem lett volna rossz. 5. 6. 7. Ilyen vámpír stílusú hold király. Hello, teljesen jó. Bajtíz nem dobja ki sose, én nem tudom, hogy miről játszik, de hogy borzalálj, ez hogy nem rakja ki. Ez jól néz ki így amúgy, még színbe is, meg a szemszín is, ez nem rossz. Na, akkor hívjuk be az embereket, ugye Krisz jön. Jó rég voltál Fortiba, Fall Guys-ba. Hát én hónapok óta nem is voltam fent, szóval ja, a pályákat se is. Karát, most vizes pályák vannak, mert ugye spongyabobos Battle Pass van. És Emi volt a harmadik talán? Szia Villő, hogy vagy Mizu? Karát invite-oltalak kérlek, gyere be! Emi volt a harmadik, ugye? Modik, írjátok gyorsan, please. Aha, igen, látom, igen, Emi. Igen, ő volt. Okay. Nekem is lett egy szép random skill. Na, gyönyörű. Szeretem ezt a random dolgot. Múltkor Fortnite-ban is, amikor live-on kívül játszok barátokkal, volt, hogy beállítottam és tök randomokat dobált. Na, meg is van a csapat. Most visszafelé haladunk. Kraken, Hexa és úgy a squad. Indulhatunk. Igen, Annát le kellett húzni. Tudom, mert mondta, hogy elment a nete. Ma még nem nagyon csináltam semmit, most jöttem vissza a boltból. Na, az tök jó. Mi majd szerdán megyünk nagyobb bevásárlásra. Illetve akkor lesz, hogy jön a első munkanapja, azért nincsen live, majd csak videó. Spoiler. Mert hogy ugye első munkanapján megbeszéltük, hogy két opció van, vagy jó lesz, vagy rossz az új munkahelyen, és majd átbeszéljük meg minden. De jövő héten is lesz amúgy több live, közösségi gémek is lesznek. Meg folytatjuk a Nuzlocke-ot is. Az, hogy melyik napon, azt a tagok már láthatják, majd csekkolják. Nagyon izgalmas a Nuzlocke, mert mindig bekakkantok, hogy meg fogok halni, és közben nem, de amúgy a legszomorúbb a Nuzlocke-ban az volt eddig, aki esetleg lemaradt. A Bellsprout-ban akartam egy Whipping-bel csinálni, és nem figyeltem a szintkülönbségre, és egy Ductio lenyomta és meghalt. Együttéstől. Az volt a legfájdalmasabb, meg hát Baxit is elvesztettük, meg Patit is a Nuzlocke végigjátszásba, úgyhogy igen. De szeretem, kihívásmód nagyon. Meg lehet olyan pokékkal vagyok, amiket amúgy nem szoktam. Sok sikert mindenkinek közben. Na és Krisz, mi újság veled? Hát most egy hét szünetem volt, szóval nem volt suli. De jó. És voltál ma te is templomban? Képzeld el, hogy nálunk elmaradt. Elmaradt? Mert pont azért akartam megkérdezni, mert tudom, hogy te is mindig szoktál menni. Ma nem voltam. Á, értem. Jaj, ezt elrontottam az ugrást. Mert ez például egy új pálya. Ezt láttam már live-ban, de amúgy annyira nem nehéz. Nem. Bár mostanában a live-okban elég béna vagyok, mert nagyon rég folgájszoztam. Igazából amik így félre vannak téve, ugye SSO fősztoriig, mert ott nem annyira, most van annyi másik játék. A Genshin, hogyha új terület vagy valami nagy update jön, akkor szokott lenni, és a Fall Guys a harmadik ilyen félretevős játékom. Mert mióta átvette az Epic, ugye annyit romlott meg minden, hogy egyszerűen sokszor feldühített, és úgy vagyok vele, hogy van még közösségi játék, de attól függetlenül ezek is vannak, csak ezek ritkább tartalmak. Hajrá, hajrá! Na, már csak egy pont kell Krisznek. Arany, gyönyörű. Ott is egy arany, gyönyörű. Hajrá! Hajrá, Emi! Még meg lehet, még van 4 hely. Hajrá, hajrá, csúsz! És a Dave, hogy vagy mostanság? Kipihented a tegnapi fáradalmaid? Hát... Én is emberből vagyok. Igen, kipihentem. Horkoltam is. Igazából rásegítettem a kipihenésre egy meccsörrel, és így... Azért... Ne csináljátok, és nem jó példa, de azért a vacsora után jó adag, vacsora, finom pizza, meccsör, és úgy aludtam, mint a kutya. Tehát, hogy konkrétan igen, kipihentem. Nagyon ritkán szoktam egyébként alkoholt fogyasztani, de van, amikor jót tesz a pihenés előtt. Ja. Úgyhogy ki?
nem is ébredtem meg éjjel. Szia, furulja. De finom voltam. Itt most csak új pályák lesznek. Igen, ebben a módban most igen. Ez a krakenes. Kipihenni, kipihen. Hogy vagy én? Köszönöm, jó. Jaj, ebbe jó vagyok. Jó, neked? Hát ez ilyen magyar dolog. Beteg vagy? Igyál. Fáradt vagy? Igyál. És tényleg rossz kedved van? Igyál. Jó kedved van? Igyál. Amúgy van benne igazság. Sajnálom, Emi. Hát gyakorolni kell, de ez nekem sem megy. Tehát ezek az új pályák, a fele az nagyon nem megy. Meg a krakenesen is egyből ki szoktam esni. Tehát hiába is jutok el odáig, azt még megnyerni soha nem nyertem meg. Na, beestem a kettő közé a hülye utcába. Köszönjük, Dave. Lehet, hogy most kiesek. Hidratáló Sylveon volt, mindenre megoldás. Ideál. Ennyi. Vizet. Pedig jól szokott menni a karikás, de már régen voltam. Nagyon ki lehet jönni a gyakorlatból. Mi Janával mutkor játszottunk live-on kívül egyszer. Meg most például ugye elkezdtünk például kirakósozni puzzle-t, azt nagyon élvezzük, akkor ugye vannak ezek a 3D-s kirakók, amiből beszéltük egy live-ba, hogy szeretnétek majd, hogy live-ba kirakjak egyet, úgyhogy majd az is lesz. Sok minden új dolgot szívesen kipróbálok, én örülök neki. Torok Gyuszira, ittam Hubertuszt, esküszöm hatot egyrészt, másrészt pedig az finom. Visszahallgattam a hangom, de nem hallok változást, még mindig olyan a hangom van, mint 9 éves kisgyerekeknek, nem. Azt mondják, 1-2 deci bor segíti, csökkenti a szívinfarktus esélyét, csak sok ember nem volt jó matekból, és nem tudja a váltószámokat. Igen, hogy a deci helyett liter lesz, sajnos megeszik. Megeszik, megisszák, megesik. Majd mutálsz, Pati, azaz. Én szoktam kirakósozni, de mostanában elmaradt, mert tesom Budapesten él. Ó, értem. Hát amit most mi rakunk össze, az azt hiszem 1000 darabos Star Wars-os. Majd megmutatom, hogyha készen van. Eddig 25-30%-a van kész kb. Meg különböző kis részekből áll. És a részekből mondjuk egy 4-et összeraktunk, tehát az még a felese. Meg van egy 3000 darabosunk, de rájöttünk, hogy azt nem tudjuk hova rakni olyan nagy. Tehát, hogy azt majd kirakjuk valamikor tavaszi szünetbe vagy nyáron a földön, és utána szét is kell szedni. Tehát elszámoltam magam, a 3000 darabos az nagyon nagy. Az 1000 darabos az, amit tényleg szépen ki tudunk rakni, akár az asztalunkon. Azért kapott 1000 darabosat ajándékba. De amúgy nagyon leköti az ember, tehát hogy tényleg kikapcsol. Úgy eltelt 3 óra múltkor a kirakósozás közben, hogy észre se vettem. Tegnapi nap idegesítés fárasztó volt Dave-nek. Hát meg úgy több embernek is, akivel beszéltem, de igen, nekem tényleg az volt. 3000 darabos elfér a gép helyére. Hát legalább akkora hely kéne neki, ha nem nagyobb. Csak emlékszek, mire a 4 szélét megtaláltam, engem az idegbe hozott, hogy nem találtam a 4. szélét. Mondom, mi van, ha véletlen nem látom, pakolhatom újra az összes darabot, de aztán csak meg lett. Jó lenne túlélni, mert már csak egy ember kéne leessen, és ne én legyek, jó? Csak mondani kell. Igen. Tudod, mondani kell, Krisz leugrik. Dehogy is. Nem szokták a mongufták hagyni direkt, hogy nyerjek, nem is baj. Abból születnek a szép emlékek. De nagyon rossz, mikor fináléba vagy döntőbe monguftával. Volt már olyan. Szia, lovas van, Esivel volt már kör. Nem, Esi már nem szokta nézni a tartalmaimat úgy, hogy nem is lesz, de nem szeretnék a témáról beszélni. Köszönöm szépen. Szia, Anna. Viszont más nézőim, mert volt már kör. Na itt a Kraken, gyerekek, amit nem tudok, hogy kell megoldani. Tehát én ezt még Krisz, meg többiek, mindenki chat, nem jöttem rá, hogy mi a jó ennek a taktikája, hogy bennmaradj a fináléra. Egyszerűen nem értem a Krakent. Nektek van ötletetek, vagy akkor Krisz, te még ezen nem is voltál? Hát én még nem voltam, de... Az a lényeg, hogy majd megborulnak ezek a dolgok, meg csapkodni fog a polip is. Live-ban már láttam a pályát, de még nem voltam rajta.
Elvileg, ami be van pirosítva, oda kéne csapjon, bár nem oda csapott, most se ez a genyó, kiestem. Hát ahogy látom, úgy van, hogy ahol piros, vagyis hogyha ráugrasz egy pirosra, akkor eltűnik, és helyette egy ilyen polip cserép. Én nem bírtam rájönni, hogy mi lehet. Hát én is kiestem. Tehát, hogy ezt én még egyáltalán nem értem. Egy mongufta még viszont bent van a karát. Próbálok rájönni, hogy hogy logikázza ki. Most ott van, ilyenkor a polip oda csap, nem pedig a sárgára? Nem, ugyanúgy, nem tudom. Egyszerűen nem értem. És azt sem tudom, mi alapján borítja meg a polip, mert ugye a bal oldali az leborult. Szia kisa, mi újság, hogy vagy? Csak beugrottam, mert volt egy kis időm, mennem kell, rendben van. Örülök, hogy beugrottál, furulja, mindig örömmel fogadom a nézőimet, úgyhogy szép délutánt kívánok neked is. Akinek még kell készülni holnapra, mert suli, annak kitartást. Én egyszer voltam rajta, de akkor se értettem. Egyszerűen ez az a pálya Fall Guys-ban, amit nem értek. Pedig nem sok olyan van. Na, nyert a varázsló, oda néz a Magic. Hogy telt a napod eddig, kisa, vagy még most keltél? Na, azért jó szépen bírtuk. Majdnem meg lett egy levelük. Nem tudom, meddig tart a szezon, remélem nem március eleje, bár mondjuk minden szezon kezdés előtt, vagy új kezdés előtt szoktak duplázó XP-s hetet tartani, úgyhogy majd szóljatok, ha véletlenbe jön. Jön a Hexaton, és utána a Squad. Mehetünk. Jó volt, zavisztam meg magam, tele vagyok. Mi? Tele zavisztam magam, azon kívül meg Robloxoztam. Jó tetted, jó tetted. Én ott is várom már, hogy jöjjön adok, miben a tojás, az nem jön. Néztem, hogy még mindig nincs, de már láttam videót, hogy elvileg új tojások jönnek, úgyhogy talán jövő hét vagy utána. Meg, hát én el kell készülnem, mert holnap suli, rendben, rendben. Megdöglött a sulim honlapja, nem engedik megnézni a töri anyagot. Az rip. Még 36 nap van ebből, ja, kiírja? Hát akkor meg kell tolni majd a Fall Guys is. Nekem is lett random skinem. Na, ügyes vagy, örülök, hogy használjátok a random skint. Április 4-ig tart. Na, köszi a pontos infót, mutko még nem láttam cuccot. Jelzést. Tényleg nem gyűn a todli. Hát nem. Ott tartunk, hogy december óta a japán tojás van bent. Nem tudom folytatni a tételemet. Rip? Hát akkor kénytelen vagy nézni a live-ot. De reméljük, hogy amúgy meg be tudod tölteni. Múltkor néztem, az Ajda vagyok, Robloxozott még, de ő ilyen nagyon csajosat játszott, én nekem az nagyon lányos volt, az a fashion akármi. Arról szólt, hogy kaptak témákat, hogy influencer, filmszereplő, mit tudom én, és olyan karakter, úgy kellett felöltöztetni a Roblox karaktert, olyan színű ruhákban, meg minden, de ez nekem nagyon-nagyon lányosnak tűnt. Lényegében olyan, mint a Skin Factor, csak Robloxba feladatoknak. Azzal játszott. Nézni jó volt, de nekem az eléggé úgy érzem, hogy kívül esne a komfortzónámból. Bár még szeretnétek. Van most Robloxban az a Doors játék, nem azt, tudom. Azt le. Többen ajánlották, de az miről szól? Lehet, hogy majd adok neki egy esélyt. Hát, elindítasz egy játékot, és így random generál szobatípusokat, és így végig kell menni szobákon. És az egész hát horror játék nem annyira ijesztő, szóval... Már azt többen lényeg, írták, hogy megnézzük, megnézhetnénk. Meg kell találni a következő szobához a kulcsot, meg ilyenek, és közben jönnek ilyen szörnyek. Uh-huh. És hány szoba van a végén? Hát én nem tudom meddig mehetsz, de... Ja. Nagyon könnyű meghalni benne, és csak egy életed van, hogy szóval. Az necces. Azzal régebben játszottam, de csak trollkodtam benne, írja Pati. Mert jó, ez nem az én napom. Nyugi, ami nekem is van, hogy feljövök, és egy pályát nem bírok átvinni. Nem ideged magad, én örülök, hogy jöttél. Pont beértem mögötted. Azt akartam kérdezni, hogy melyik mongufta volt mögöttem, mert épp hogy beértünk. Amúgy én azon vagyok meglepődve, hogy egy csomó régi vidisnek nagyon megzuhant a nézettsége, főleg Dogi Anninak. Hát ezért, mert ő tolta a Trovón, vagy nem Trovón, valamelyik izén, és ugye az megszűnt, ott sokan néztük relatív, én is ott néztem az Andit többet, mert ugye úgy volt, hogy ott tolta, és mellette YouTube-on is ment az élő, de hát ez ilyen. Meg most sokaknak, nem csak nála, másoknál is látom. Alapvetően én ezt is mondtam már, százalékozva a srácok, hogy YouTube nézettség,
Jó, kell nekem pofázni ki is estem. Tehát a YouTube nézettség az általában úgy szokott lenni, hogy feliratkozónak a 10%-a, ha már nézi az élőt vagy videót, az már jónak számít. Nálam is mindig ezt mondtam, vagyunk most 6300-an, nálam a 10% az az lenne, hogy 6.30-as megtekintések van, hogy ennek a felét érjük el, vagy 400-akat, én annak is örülök. Nem az a lényeg, hanem az, hogy van egy erős mag, én legalábbis így vagyok vele. Több mint 100 szoba van a hang, kedden szerencse kerekezik a töri tanár, és felelteti azt, akinek száma kijön a névsorba, és ha engem feleltet, bógni fogok. Ne sírja, mert annyira nehéz témakörnél vagytok. Facebookon toltad el a játékszerződést. Ja, hogy azon is Facebook. Tényleg Facebookon is volt, de volt valami appon is, mert én az appon a születésnapján előfizettem, és emlékszek, hogy akkor beszélgettem egy kicsit az Andival, meg akkor volt az, hogy az egyik pokélájv elején bejött a Dogi Andis fiókjával. Biztos valaki emlékszik rá, hogy konkrétan valamelyik, vagy a Swordot, vagy a... Mit játszottunk akkor? Vagy a Swordot, hát szerintem még az előzőt, vagy az egyik Let's Go-t, valamelyik vagy Unite-ot, valamelyik pokéjátéknál jött be az elején, a váró alatt, és egy picit még volt az elején, akkor voltam előfizetve erre, utána fizettem elő pontosabban a meglepetésként neki. Meg akkor leveleztem is vele egy-két-hát, meg kitette a csatornánkat a sztoriába, bár nem jöttek sokan át tőle, de nem is az a lényeg, megtiszteltetés volt, hogy kitette, hogy szerinte egy jó csatorna vagyunk. Ezt én leprintscreeneltem, nekem ez egy hatalmas elismerés, hogy akit én nézek, ő azt mondja, hogy én is jó, amit csinálok. Ez olyan szép emlék tavalyról például. Amúgy közben mind kiestünk. Akkor itt. De évszámok, töriből évszámok miatt voltam 4-es néha. 5-ös lettem volna, csak az évszámokat elrontottam. Én csak így fanból felszoktam venni, amikor haverommal játszunk, eszembe jutott már, hogy feltegyem, de nem tudom. Hát, valahol így indul minden. Nekem is volt, én régebben azt csináltam amúgy. Na most jön a squad, ahol számít, hogy mind beérjünk. Vagy ha nem érünk be mind, akkor is tovább juthatunk. Régen csináltam azt, hogy amikor live-on kívül játszottam, legyen az akár Fall Guys, Fortnite, Overwatch, Poké Unite, bármi, rögzítettem, de rájöttem, hogy amikor szabad időmben játszok, nincs kedvem végig pofázni, már elnézést. Tehát más, amikor csak kikapcsolódásból játszik az ember, vagy pedig tartalmat gyárt, és akkor volt az, hogy mondtam, hogy jó, akkor lekapcsolom az OBS-t, hát nem egyből win lett, tehát mondom, aha, amit felveszek, kikapok, meg minden, és amikor nem veszem, simán vinelek Fortnite, itt is szereztem koronát, ki is tettem pár szó sztoriba, hogy volt koronám, de hát nem tudtam. Redizetek, léci. Dave, nézd a random skin-em. Gyönyörű, teljesen szép, ilyen kis kalózos. Az amúgy nem néz ki rosszul az a random skin, csak mondom. Szia Réka Fábián, meg mondjuk túl jó a mikrofonom és felveszi a gépem zúgását. Azzal nem tudsz mit csinálni, nálam is a pillentyű pötyögést, a minimális háttérzúgást. Sajnos rögzítik a dolgokat. Emi, kérlek, rediz. Amíg... De addig nem cserélek. De, amíg Emit megvárjuk, addig mondjon valaki gyorsan 1-től 10-ig a cseten egy számot, nyomok még egy randomot erre a körre. Mi újság, Réka, milyen napod volt? 6, 1, mondom, 1, 2, de szép volt, 3, 4, 5, 6. A szoknyás vízilóval folytatjuk, gyönyörű. Semmi baj, megesik. Biztos lehet valami a mikrofon szenzitív állítani valahogy, de nem jöttem rá még, ez biztos így van. 22-en vagyunk, ma még nem mondtam, aki nem tette, fejelje meg a like gombot, köszönöm szépen. És elérjük-e live végére a 6325-öt, ez majd kiderül, akkor fogom megnézni, ha nem, akkor se dől össze a világ, csak gondoltam méne. Van ezután még felírva Pati csapat, vagy nincsen? Illetve S. Ugye most addig tartom, ameddig elfogynak a csapatok, mert utána még mondtam, hogy 1000 dolgom van. Jó, most nincs csapat, tökéletes. Akkor ez így szép kerek lesz, ezzel zárjuk. Jó napom volt, köszönöm, nekem is jó napom volt. Oda voltunk ugye imaházba, utána ebédeltünk, jókat beszélgettünk, és akkor utána hazajöttünk, és itt vagyok. Meg jót sétáltunk, olyan szép idő volt, oda-vissza sétáltunk.
Siriusnak van 277 ezer feliratkozója, nem Minecraftos tartalmat tölt fel YouTube-ra, akkor nincs meg neki a 2000-es megtekintés. Ez mind szerintem attól függ, hova skatujázzák be. Részben ebben is igazad van amúgy, Zsolt, ezt én is láttam, hogy például van, mit tudom én mondok egy példát, 120 ezeres csatorna, a főjátékát játssza, akkor megnézik mondjuk 56 ezeren is, ha pedig egy másik játékkal játszik, nem éri el a 10 ezer megtekintés. Ez nagyon ilyen. De hát ez, én ezért örülök, hogy nálam viszont tényleg az látszik, hogy nem is feltétlen a játékok miatt, hanem miattam vagytok itt, ami nekem sokkal nagyobb elismerés. Mert hogy konkrétan majdnem mindegyiknél ugyanúgy megszokott lenni visszanézőkkel együtt, ha eltelik mondjuk egy hét az ilyen 300 kötőjel 700 megtekintés. Nekem ez tökre jó esik. Aztán van, hogy nem, van, hogy 300-250, na bum, hát nem dől össze a világ, ezek csak számok. Mármint jó, nyilván a megtekintés után is érkezik összeg, de hát most nálam azért kijelenthetem, hogy az ajándékozás, illetve a Superchat, Supermatrica az bőven jobban hozza, mint a reklámok végignézése. Bár a reklámok végignézését is 20%-otok meg szokta nézni, amit köszönök, hogy nem nyomjátok egyből át. Régen mennyit néztem Minecraft sorozatot Pingvin harcosnak. Én paplovagnál néztem mutka, hogy őt is tizenvalamennyien nézték a Hogwarts Legacy-t, holott azért bőven több feliratkozója van, mint nekem. Én is néztem amúgy őt. Beszálltam plusz egynek. Én úgy tudtam beállítani, hogy a laptopom zúgásának a hangját ne legyen hallható OBS-ben, hogy csak az első mikrofont hagytam bekapcsolva, a többit lenémítottam. És közben GG a csapatnak, mert megyünk tovább. És jönnek az új emojik márciusba, tehát most tegnap betettük ugye a szívecskéző kos emojit, de hogy márciusban úgy lesz, hogy mindig hozunk egy plusz új emojit, attól függően, hogy mi hogy lesz, benne van, hogyha lejárnak az ajándéktagságok, akkor 3-4 kieshet, akkor már van ötletem, mi nem marad, illetve tervezünk egyéb dolgokat is, de minden meglátjuk, hogy alakul, sajnos ennyire előre nem tudok kitalálni dolgokat, hogy mit hogy akarok, de márciusban jönnek az új emojik, és igen, jók lesznek, én már láttam. Mármint, hogy tavaszias emojik, mert ugye ez most majdnem mindegy téli szetre lett alakítva. Na, jön a rinók, hát ez nehéz. De amikor GTA 5 RP-zik, akár 500-an is szokták nézni. Igen, ez ilyen, tudom. Jaj! Én azért szoktam mondani, hogy jobban örülök annak, hogy kb. Ilyen relatív kiegyensúlyozottan vagyunk live-okban, hogy látom azt, hogy a legtöbb live-ban itt vagyunk mondjuk 15 kötőjel 30 kerekítve, és ez nekem sokkal nagyobb visszajelzés, hogy jöttök a live-okra, mint hogy egyikben lennétek 70-en, a másikban meg 2-en. Kiderült, hogy van zajszűrős opció, na az tök jó, igazából próbál, én vagyok már csak benti, mit csináltatok? Haló? Hát engem az első 3 másodpercben kilökte. Az baj, mert egyedül nem fogom megnyerni. Vége. Hát... Itt legalább 2 embernek benn kellett volna maradjon. Nem baj. Akkor is kiestünk volna, ha megnézed a számokat, nem lett volna annyival több. Az egy rip. Nem baj. De amúgy ezt a szezont szerettem, ami a Rino szezon volt. Na mindjárt megnézzük, hogy mi újság. 74-es szinten vagyok. Hát igen, ahhoz még kell fejlődni. Tényleg csat, akik játsszák. Ki hanyas szinten van a BP-be? Akkor Krista még gondolom nagyon elől. 6-os vagyok, azt hiszem. Aha. Hát meglátjuk, hogy meg lesz-e a 100. Jó lenne. Ennyi már megvan. Nem, 7-es vagyok. De igazából aktívabban kell legyen Folgász, hogy játszanom kell live-on kívül, és ugye itt a spongyabob a végén. Többi az nem érdekel különösebben a nagyobb szint. Mindjárt nézem, hogy gyakorlatilag van egy olyanunk, hogy ahol meg tudjuk nézni a feladatokat, ugye itt a daily, ez majdnem mind kész lett, a weekly, az még 3 napig tart, tehát a live-on kívül ezt csinálom, az még jó lehet, és a maratonnál látszik, hogy 36 nap van, és ott meg lehet majd szerezni skineket. Hát ahhoz azért haladunk, de még bőven kell. Na jó, legalább ezt is megnéztük. 84-nél tart a Pati, 77 a Noémi. Mondj egy számot 1-től 10-ig, legyen 5.
Nekem lent van, csak azóta se jártam fel. Tudom, de téged szoktam látni, a Stumble Guys az all. Az nem rossz. És megnézem, mennyi lett akkor a feliratkozás, amit mondtunk az elején. Igen, meg lett a 6311, mert 6313. Hajrá, srácok! Aki még nem tette, az iratkozzon fel, és hozzatok embereket, hogy elérjük a 7000-et. Én köszönöm, hogy itt voltatok, nézzétek vissza az előző tartalmakat, mert mondom, tegnap, hogyha valamit tényleg ajánlani kell mondjuk a tegnapiból, akkor én azt mondom, hogy a tegnapiból azért ajánlom például az Overwatch, mert mindenről is beszéltünk, nagyon érdekes témák voltak. Azt inkább podcastként ajánlom hallgatásra. A másikat, a Fortnite-ba pedig volt egy kis rész, amikor nehezebben ment, volt, amikor nagyon vicces volt, tehát érdemes belenézni. Illetve a Hogwarts Legacy-t is, és talán most még azt mondanám, hogy mivel Pokémon Nuzlocke-ot folytatjuk, az előző Nuzlocke részt sem utolsó dolog visszanézni. Sziasztok, itt vagyok csak csendes megfigyelőként. Örülök, hogy itt voltál, Anna-Mari, mert most fogjuk zárni a live-ot. Én remélem, jól éreztétek magatokat, kicsit fel tudtalak dobni titeket így ezen a mai vasárnapi napon is. Én megyek videókat felvenni, illetve videót vágni, és holnap, ha minden jól megy, majd premierbe érkezik egy videóm, és legyen szép délutánotok, jó estét kívánok nektek, és jó játékot, és hogyha esetleg tényleg van kedvetek, nézzetek vissza valami tartalmat, amellett, hogy játszotok. Én nagyon köszönöm a meccseket, jól éreztem magam, szépen haladtunk, és sziasztok! Hát a jó hét még messze van, mondhatnám, de akkor mongúftak át. Sziasztok!